Egy fontos témával kezdünk méghozzá a szólásszabadságért folytatott harccal Amerikában és különös tekintettel az egyetemeken. Egy közel 60 ezer diák megkérdezésével készült felmérésből kiderül, hogy mely egyetemek a legrosszabbak a szólásszabadság szempontjából, és kiderül, hogy melyek azok a témák, amikről nem lehet beszélni a növekvő antiszemitizmus és erőszakos fenyegetések miatt. Kapcsoljuk Brody Cartert. A legtekintélyesebb egyetemek némelyike a legrosszabbak között szerepel a szabad véleménynyilvánítás korlátozásában. Egy nemrég készült felmérés szerint a közel-keleti háború elmélyíti a megosztottságot az egyetemeken. 2023 volt a legrosszabb év az egyetemi kampuszokon a tüntetések miatti lezárások terén. És október 7-én szinte kizárólag palesztin barát diákok vettek részt ezekben a lezárásokban. És ez a tömegcenzúra definíciója. Greg Lukinoff, az alapítvány az egyéni jogokért és szólásért elnöke évtizedek óta figyeli a szólásszabadság helyzetét az egyetemi kampuszokon, és elkészítette az eddigi legnagyobb felmérést, amely több mint 250 egyetemet tartalmaz. 2024-ben kiszabadult a szellem a palackból. A januártól júniusig tartó idei felmérés során a 4 éves képzésben résztvevő egyetemi diákok válaszai gyűjtötték össze. A felmérés szerint a szólásszabadságot leginkább támogató iskola a University of Virginia, majd a Michigan Technical University. Nem hiszem, hogy véletlen, hogy a Michigan Technical University tavaly az első helyen végzett, idén pedig a második helyen. Ez részben azért van, mert ott a diákok politikai háttere eléggé egyenletesen oszlik meg. És ez sokkal egészségesebb környezetet teremt. A szólásszabadság szempontjából legrosszabb iskolák közé tartozik a New Yorki Egyetem, a Columbia és a Harvard. Amikor a liberális és konzervatív diákok aránya 9-1, akkor ez egyfajta torzuláshoz vezet. És persze, amikor néhány egyetemen egész tanszékek vannak, ahol egyetlen konzervatív sincs, a szörnyű csoport gondolkodást eredményez. A megkérdezett diákok több mint fele az izraeli-palesztin konfliktus nevezte meg a legnehezebben nyíltan megvitatható témának, ami rekordot jelent a 2020-as rangsorolás óta. A háború még az abortuszt és a fegyvertartást is megelőzte a zsidó-muszlim agnosztikus és ateista diákok körében. Mindannyian jelentős kellemetlenségről számoltak be, amikor erről beszélgettek. Sok esetben a professzorok, egyetemi elnökök félnek a saját diákjaiktól. Bátorságot kell mutatniuk, és szerintem néhányan közülük, sokan közülük csak azt teszik, amit a leghangosabb emberek akarnak az egyetemen. Talán még ennél is aggasztóbb azonban az, hogy a szólásszabadság kérdése hogyan válik világméretű problémává. Ó, igen, a szólásszabadság globális helyzete jelenleg engem nagyon aggaszt. Úgy értem, Kanada még mindig fontolgatja egy olyan törvény elfogadását, amely szerint a szólás bűncselekményekért akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatsz. Írországban nemrég fogadták el a gyűlöletbeszédről szóló törvényt, de 2015-ben és 2016-ban több ezer brittet tartóztattak le az interneten tett sértő megjegyzéseik miatt. Rosszul áll a helyzet Amerikában is, de hála az égnek, hogy van alkotmányunk, hála az égnek, hogy nagyon erős ebben az elkötelezettségünk a szólásszabadság mellett. Lukinoff úgy véli, hogy az egyetemeknek nagyszabású reformokat kellene végrehajtaniuk. A szólásszabadság egyik módja, hogy az egyetemeken biztonságosabbá tegyék a szabad véleménynyilvánítást. A szülőket pedig arra biztatják, hogy használják a felmérést, amikor eldöntik, melyik egyetemre járjanak a gyermekeik. Adel Reimer, izraeli-amerikai állampolgár a közösségi médiában és a hírekben megosztott történetével világszerte figyelmet keltett. Az év elején Adel a 700-as klubban beszélt a kibucát október 7-én ért Hamas támadásról. Julie Stahl, a CBN közel-keleti tudósítója otthonában találkozott Adellel. Története következik. Köszönjük, hogy ellátogatott a kibucunkba, ami még mindig egy háborús övezet. Menekültek vagyunk a saját otthonunkban. Nem élhetünk itt. Továbbra is ez egy háborús övezet. Közösségünk 70%-a Bérsebában lakik jelenleg, mint átmeneti megoldás, amíg vissza nem tudunk költözni az otthonainkba. Adel Reimer megosztotta a CBN News-zal azokat a kihívásokat, amelyeket az jelent, hogy elszakítva kell élniük barátoktól és szomszédoktól. Ezért elsősorban arra fektett hangsúlyt, hogy a közösségük újjáépülhessen. Amikor egy kibucban lakik, akkor nem zárja kulcsra az ajtaját.
Kimegy a szabadba, találkozik a szomszédokkal, elmegy a közeli boltba. Közösségünkhöz 430 ember tartozik, és mindegyiket személyesen ismerem. A kibuc sokkal több maguknál, a házaknál, az ebédlőnél és a földeknél. A kibuc egy közösség. Adél felidézte azt a napot, amikor a Hamász elvette otthonát, és éppen a fia volt látogatóban nála. Itt voltam október 7-én. A fiam tartotta a kilincset. Én ott ültem az ágyon. Ezeket a helyiségeket elözönlötték a terroristák. Mivel könnyű volt kinyitni ezeket az ajtókat. Csak úgy lehet zárva tartani az ajtókat, ha elég erősek ahhoz, hogy a kilincseket lefele húzzuk. Aztán elvitt minket egy másik helyre, amely kulcsfontosságú hely volt Rémerék számára. Most bemegyünk a Vejemék házába. Ez az a hely, ahol majdnem elvesztettem három unokámat október 7-én. A terroristák bejöttek a házba, a Vejem az elsők között volt, aki reagált a támadásra. Volt nála fegyver, és a biztonsági szobában tartózkodott a gyerekekkel. Ezen a ponton kizárólag a biztonsági szobában tudtak várakozni. A három unokám azon az ágyon ült, és a Vejem azt mondta nekik, hogy bújjanak el a takaró alá. Nagyon sok zajt fognak hallani, de ne bújjanak ki a takaró alól, bármi is történjen. Felemelte a fegyverét, és megvárta, amíg a biztonsági szoba ajtajának a kilincse elkezdett mozogni. Kirúgta az ajtót, és lelőtte a terroristát, aki ott állt az ajtó előtt. A gyerekek és édesapjuk túlélték a támadást. Rémer elmondta, hogy számos csoda történt a kibucukban. Például az, hogy egyetlen gyermeket sem raboltak el a Nirim kibucból. Akkor döbbentem rá, hogy ez az én három unokám volt. Ha nem lett volna ott a Vejem a fegyverével, akkor megölték vagy elrabolták volna őket. Három IDF katona belépett a kibucba, és hősiesen harcoltak a terroristákkal, amíg életüket nem vesztették. A holtesteik Gázában vannak most. Itt a falon az áll, hogy ez az a hely, ahol Izrael hősei bátran harcoltak. Ez is egyike volt a kisebb csodáknak, amelyek aznap megtörténtek. A kerítés előtt állva Rémer elmondja, hogy a Nirim kibuc több szempontból is sokat szenvedett. Annyi ember volt ezen a területen, akik békeaktivisták voltak, akik a békéért dolgoztak. És olyan sok hidat építettünk, amelyek összedőltek aznap. És ezek azok az emberek, akiket ezek az állatok, ezek a szörnyetegek megöltek. Adél most a tovább lépésre összpontosít. Jelenleg a kibuc étkezőjét újítják fel, és óvóhelyeket alakítanak ki mindkét szinten. A vegyesboltot is egy biztonságosabb helyre költöztetik, és egyéb részeket is felújítanak. Adél ugyanakkor szeretné az otthonát felújítani, mielőtt visszatér. Különös tekintettel az óvóhelyre, hogy az ne csak rakéta, hanem terrorista és golyóbiztos is legyen. Ugyancsak ki szeretné cseréltetni az ablakokat, ajtókat és egy nagyobb verandát építeni. Ez lenne számomra a győzelem. Így venném újra birtokba a házamat, az életemet. Annyi mindent loptak el tőlem, és ezt nem fogom annyiban hagyni. Ugyancsak szükség van közösségi felújítási munkálatokra a teljes helyreállításhoz, amelyhez a CBN Izrael is hozzájárul, egy új közösségi teret biztosítva a Nirim kibuc családjainak és barátainak. Ahogy láthatják, a tervek között szerepel egy új étkező a közösségi központban, egy új konyha és vegyesbolt. Úgyhogy visszatérek ide egy jobb és egy nagyobb kibucot építve a közösségünkkel, hogy a fiatal családok is vissza akarjanak térni, és újabb kisgyermekes családok is csatlakozzanak hozzánk. Julie Stahl, CBN News, Nirim Kibuc, Izrael. Brittany Gilchrist két lányával utazott, amikor autójukkal frontálisan ütköztek. Isteni szerencse, hogy túlélték. Olyan volt, mintha angyalok küzdöttek volna értük. Egy közeli autó szinte azonnal imába kezdett, hogy túléljék. A mentőegységek válaszolnak, az egységek már reagálnak. 2011. június 22-e, Madera megye, Kalifornia. Egy teherautó és egy személyautó frontális ütközése miatt leállt a forgalom a 41-es autópályán. Több autós rohan, hogy segítséget nyújtson. Egyikük az akkor 62 éves vietnámi háborús veterán, Bob Anthony.
Megragadtam egy követ, betörtem az ablakokat, mert láttam, hogy emberek vannak benne. A hátsó ülésen egy 4 éves kislány és egy csecsemő volt, akik még mindig be voltak kötve az autós ülésbe. A 28 éves sofőr a műszerfal alá szorult, eszméletlen volt. A füst betöltötte az egész autót. Mindenkinek azt kiabáltam, hogy ki fogjuk őket hozni. Amikor megéreztem a füst szagát, nagyon a sarkamra álltam, nem akartam, hogy meghalljanak. Néhány férfi kihozta a gyermekeket, míg Bob és a többiek kihúzták Brittanyt a roncsok közül. Másodpercekkel később az autó lángba borult. Egy másik autós, Brenda Harris, néhány autóval arrébb ült a dugóban. Láttam a távolban a lángokat, és elkezdtem imádkozni, mert ezt teszem, amikor roncsot látok. Uram, Istenem, közben járok nálad a balesetben érintett emberekért. Imádkozom, bárki is az, hogy mentsd meg őket, védd meg őket. Mikor a mentősök megérkeztek a helyszínre, megállapították, hogy Brittany belsővérzést kapott. Többszörös törései voltak és kritikus állapotban van. A lányait, akiknek sérülései nem voltak életveszélyesek, egy közeli kórházba szállították. A teherautó sofőrje is megsérült. Közben megérkezett a Skylife, hogy Brittanyt helikopterrel egy kórházba szállíthassák. Egy hölgy van a helyszínen, ismétlem, egy hölgy van a helyszínen. Brittany férje Mark nagyjából akkor érkezett meg, amikor a helikopter leszállt. Látta, hogy a feleségét, akivel 5 éve házasok, lélegeztetőgépre kötötték, mielőtt a sürgősségi műtőbe került. Nem igazán volt magánál. Egy kicsit mozgott, de nem volt tudatában semminek, ami történt. Így látva ő tényleg úgy nézett ki, hogy ó, Istenem, lehet, hogy meghal. Szóval ez egyszerűen sokkoló volt. Aztán visszamentem a szobába, és összeomlottam. Azt hiszem, abban a pillanatban emlékszem, hogy imádkoztam, és azt mondtam, kérlek, kérlek, ne vegyék el őt. Bármi is történjen, csak kérem, ne vegyék el őt. Brittanynek 2 műtétre volt szüksége, hogy helyrehozzák a lábát, ami több helyen eltört. A fő aggodalmuk azonban a súlyos nyaksérülése volt, és az, hogy eltörte a gerince. Annyi minden maradt bizonytalan, hogy semmiben sem lehettünk biztosak. Tehát kérdés volt, ki kerül-e abból a rendkívül kritikus helyzetből, ahol bármelyik pillanatban meghalhat, aztán jön a műtét, és aztán a gerince rendben lesz-e, újra fog-e tudni járni? Ami a lányaikat illeti, őket a Woli gyermekkórházba vitték. A 4 éves Cambrinak mind a 2 karja eltört, és 2 hónapig maradt a kórházban. Az 5 hetes Shelin csak néhány vágást szenvedett, és hazaengedték a rokonokkal. Közben az emberek imádkozni kezdtek Brittanyért, és az autós hölgy Brenda is, aki azután se hagyta abba az imát. Akkor még nem tudtam, hogy ki az a személy. Aztán 2 nappal később, amikor munkába mentem, hallottam, hogy Brittany volt az, a nővér, akivel együtt dolgozom. Felírtam őt a gyülekezetünk imalistájára. Van egy baráti csoportom a bibliaiskolában. Megkértem őket is, hogy imádkozzanak. Végül az MRI megerősítette, hogy nem volt gerinctörés, és a nyaka idővel meg fog gyógyulni. Az orvosok még mindig nem voltak biztosak abban, hogy újra fog járni. Brittanyt levették a lélegeztetőgépről. Olyan nehéz volt, és mélyen legbelül tudtam, még ha nem is emlékeztem, tudtam, hogy milyen súlyos a helyzet. Tudtam, hogy okkal vagyunk itt, hogy Isten megkímélte az életünket. És tulajdonképpen ez volt az első gondolatom, vagy emlékem, azzal az érzéssel, hogy Isten megtartott, hogy okkal vagyunk életben, és hogy ő vigyázni fog ránk. És tényleg ebből áradt a békém. Több mint 1 év alatt Brittany további 2 műtéten esett át, és folytatta a rehabilitációt. Végül önállóan járt, visszatért az ápolói munkájához, és most is tapasztal gyógyulást. Vannak kemény napok, amikor megcsinálok néhány dolgot, és utána pár nappal fizetnem kell érte. De van javulás. Az Úr adott erőt hozzá. Nem minden apró rész gyógyult meg, de darabonként gyógyul. Úgy vagyunk vele, hogy oké, Uram, legyen meg a Te akaratod. Mi benned bízunk. Bob Anthonyt és 2 társát később az amerikai Vöröskereszt igazi hősök díjával tüntették ki. Ő és a családja hálásak, hogy Isten keze egész nap rajtuk volt, és közben ima támogatásban részesültek. Isten kegyelméből mindannyian ott voltunk, és tudtunk segíteni.
Hálás vagyok, hogy én is ott voltam azon a napon. Ez csodálatos. Egyértelmű, hogy Isten ott volt. Azt mondták, hogy nem fogok újra járni, és bár azt mondták, hogy a baleset is túlélhetetlen volt, most itt vagyunk. Szóval Istennel minden lehetséges. Ez egy olyan ígéret, amibe belekapaszkodhatunk. Ahogy a riportban elhangzott, még magánál sem volt, beszélni sem tudott, de érezte Isten jelenlétét, és hogy Istennek van terve vele. Ez önökre is igaz. Bármivel is állnak szemben, bármilyen nehézséggel, legyen az akár testi baj, amihez gyógyulás kell, vagy pénzügyi gondok, és a kilátástalanság miatt már nincs ötlet sem, mit kellene tenni. Vagy talán egy függőség, ami már teljesen átvette az irányítást. Bármiről legyen is szó, Isten itt van, és ő segíteni akar. Ő ki fog vezetni a bajból, ha hozzáfordulunk. Csak kérni kell. Kérni őt a gondok közepette. Mi ebben szeretnénk segíteni most önöknek. Szeretnénk időt szánni rá is imádkozni. Susan írt nekünk, aki az Ohio-i Lorenben lakik. Az állkapcsa bal oldala nagyon fájt. Nem is tudott enni a bal oldalon, de igazából aludni sem. Úgy kattogott, mintha kiugrott volna a helyéről. Épp minket nézett, amikor Gordon azt mondta, valakinek nagyon fáj a bal állkapcsa, de lehet, hogy a rágó ízületével van gond. Susan nem tudta, mi a gond, de nagyon fájt neki. Elmondta hát az imát. Másnap úgy kelt fel, hogy nem volt fájdalma, nem kattogott semmilyen. Egy bizonyság Caroline-tól Connecticutból. Ő a pánikbetegségbe csúszott bele. Ez már a fizikai egészségén is meglátszott. Nagyon durván beálltak az izmai. Amikor a 700-as klubot nézte, Terry épp így imádkozott. Van valaki, aki nem tudom megmondani mitől, de az egész testében feszült. Nem tud ellazulni, és nagyon rosszul van már, mert az izmai befeszültek. Most azonban olyan érzés jön, mintha mézet öntenének a fejére, ami lecsorog egészen a lábujjakig. Ez a szabadulás. Csak meg kell élni ezt, mozogni, nyújtani, és élvezni a szabadságot, amit Jézus adott vissza. Caroline tehát tudta, hogy az ige neki szól, és befogadta azt. Azóta egyáltalán nincsenek ilyen típusú fájdalmai. Új mederbe került az élete, és végre meg tudott nyugodni. Isten tehát békét és gyógyulást akar adni nekünk. Ő el tudja hozni a megváltást, ő meg tudja bocsájtani, és meg akar gyógyítani mindenből. Ezek mind olyan dolgok, amikért Jézus már megfizetett helyettünk a kereszten. Ezután már mi is így imádkozhatunk. Legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Gondoljunk tehát a mennyre. Van ott talán olyan, aki pánikbeteg? Vannak ott fertőzések? Van ott egyáltalán bárki, akinek gondjai vannak? Nem, a válasz az, hogy nem. Ez Isten valódi akarata. És mi úgy imádkozhatunk, hogy egy akaraton legyünk vele. Amikor így teszünk, akkor átvesszük az áldásokat, amiket ő már megígért. Csak annyi a dolgunk, hogy hiszünk és átvesszük ezeket. Ezek járnak nekünk, mint Isten gyermekeinek. Tegyünk hát így. Imádkozzunk együtt. Kérjük az Urat, hogy az ő akaratát cselekedje meg minden testben. Mindenható Urunk, egy akaraton jövünk most eléd, és kinyújtjuk a kezünket mindenki felé, aki most néz bennünket. A te igéd azt mondja, ha ketten vagy többen megegyeznek valamiben, akkor te megadod azt nekik. Arra kérünk tehát, hogy a fejük búbjától egészen a talpukig érintsd meg az embereket, és gyógyítsd meg a betegségeket. Engedd, hogy érezzék a jelenlétedet, úgy, mintha elektromosság futna rajtuk végig, a fejük tetejétől egészen a kislábújukig. Add a békesség és gyógyulás hullámait nekik. Gyógyíts meg minden sejtet, űzd ki minden betegséget most a Jézus nevében. Minden gyengélkedés, baj, fájdalom tűnjön el most, mert mi Jézus nevében ezt kérjük tőled. Terry, te következel. Van valaki, akit talán, ha jól látom, akkor mentális gondokat állapítottak meg nála, és ez már az élet minden területén gondokat okoz neki. Úgy is, mint családfenntartó, és mint szülő.
Isten ezt most meggyógyítja. Bármi is legyen ez. Isten ezt most letöri, eltünteti. Csak tagadja meg, emelje fel a kezét, és induljon el a szabadságban, amit Isten ad önnek. Valaki másnak pedig elfertőződött a műtéti hege, mostanra már nagyon komoly ez a bakteriális fertőzés. Isten meggyógyítja most ezt a fertőzést. Valaki másnak pedig egy elég szokatlan sérülése van. A jobb lábával van gond, mintha valaki elkapta volna és kirántotta volna a csípőcsontból az izületet, és megnyúltak volna a szalagok. A lába helyén van, de még sincs a helyén. Nagy a fájdalom, ami átsugárzik a hátizomra is. Isten ezt most meggyógyítja. Mindent helyreállít, elveszi a trauma élményét is, és többé ennek nem lesz hatása, a csípő rendbe jön, a járás is normálisan megy majd, és soha többet nem ficamodik ki már. Jézus nevében legyen gyógyulás. Lehet, hogy ugyanaz a személy, de lehet, hogy valaki más, de komoly hátfájással küzd, mert megsérültek a bordái. Annyira, hogy se jobbra, se balra, még fordulni sem tud. Isten most mindent a helyére tesz, és megszűnik az összes fájdalom Jézus nevében. Van egy hölgy, akit Susannek hívnak. Hallotta a bizonyságot a bal állkapocsról, és azt reméli, hogy ma a jobb állkapcsokért is imádkozunk. Susan, csak is ön miatt, név szerint imádkozom, hogy meggyógyuljon az állkapcsa. Most helyre jön, csak nyissa ki a száját, az Úr pedig betölti az öröm szavaival. Csak áldja őt a csodáért, amit épp most él át. Mindenható Atyánk, hálásak vagyunk. Köszönünk mindent, amit értünk tettél, hogy velünk vagy. Te vagy Immanuel, vagyis az Úr velünk, hogy helyreállítasz, gyógyítasz, segítesz, megmentesz. Köszönjük mindazokat az áldásokat, melyeket adsz nekünk. Áldjuk a neved. Ámen és ámen. Ha önök is meggyógyultak, mondják el, osszák meg velünk a bizonyságukat. Ezzel adásunk véget ért. A stáb nevében búcsúzom. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra. Isten áldja önöket.